Bazsonyi Arany festőművész, grafikus, költő 1928-ban született Gyulajon, 2011-ben hunyt el Budapesten, életének első évtizedeit főként Tolna megyében töltötte. Munkásságát élete során számos díjjal ismerték el. V. Bazsonyi Arany és férje Vecsési Sándor tárlata volt az első kiállítás, amely 1984-ben megnyílt a Szekszárdi Művészetek Házában. Az intézmény 40 évét ünnepelve most ugyanezeket az alkotásokat tekinthetik meg az érdeklődők a falakon. Nemrég pedig egy olyan könyvet mutattak be, amely a művész grafikai munkáit gyűjtötte össze. Mintegy 2000 grafikának a katalógusát, illetve azok egy részét is sikerült reprodukálni. Bazsonyi Arany grafikai munkásságának legnagyobb része itt Szekszárdon a Vosinszky-Mór megyei múzeumnak a gyűjteményében található, de ezen kívül a szombathelyi modern képtárban, az Esztergomi Keresztény Múzeumban és az ország számos további múzeumában található. A grafikai és a festészeti munkásságán kívül érdemes kiemelni a murális műveit. Ezek főként Tolna megyében, de Hevesben is találhatók, templomokban, iskolákban, középületekben, művelődési házakban. A grafikailag legintenzívebb időszaka az 1980-as évektől 2000-es évekig tart. Ekkor sorozatokban gondolkozott, készített egy úgynevezett cirkusz sorozatot, aztán készített bibliai ünnepekről, az Ószövetség, illetve az Új Szövetség fontosabb jeleneteiről egy sorozatot, illetve az irodalmi illusztráció is nagyon jelentősek, nem csak Babits Mihály, hanem Vörös Marti Mihály, Petőfi Sándor és kortárs költők műveihez, verseihez készített illusztrációkat. Ő nem sorolható egyetlen iskolához sem. Kezdetben a Hódmezővásárhelyi iskolában indult, 1950-es évek végén járt ott, aztán úgynevezett dunai festővé nőtte ki magát, ugyanis 1960 körül Dömsödön vásároltak férjével, illetve Patai Lászlóval egy kis telket, és arra építettek egy kis nyaralót, és a nyaraikat tavasztól őszig ott töltötték, és a Dunának a fényviszonyait, témáit örökítette meg. Bazsonyi Arany munkásságában fontos szerepet kap a női életsors is. Érdekelték a virágok és a női életpálya különböző állomásai. Bazsonyi Arany alkotásainak feldolgozását Hubert Ildikó irodalomtörténész kezdte el 1998-ban. Én kértem fel Annát ennek a könyvnek a megcsinálására, ugyanis a Bazsonyi Arany grafikai hagyatékát valójában én szortíroztam szét, mert rám bízta, hogy olyan múzeumba kerüljön, ahova akarom, és szerencsére sikerült Ódor János segítségével ide is, a múzeumba, Szombathelyre is, elkerült a Római Magyar Akadémiára is egy pár képe, és egy nagyon szép anyagot fogadott be az Esztergomi Keresztény Múzeum, ahol szintén volt már ennek a kötetnek egy nagyon szép kiállítása. Szerencsére, hogy a művészettörténész Tüskés Annát sikerült erre a feladatra megnyerni, mert egész elszomorodtam azon, hogy én ugye a festészetéről írtam könyvet, amit most el is hoztunk, a maradékot, és hogy itt van egy csomó gyönyörű grafika, olyan grafikai anyag, amit be kellene mutatni. És erre jó lett volna, hogy valaki szakmai bemutatást csináljon, és Anna szerencsére vállalkozott, és egy nagyon szép kötet sikerült, ami azt hiszem, hogy egy kicsit a Aranyéknak, a saját Aranynak és Vecsési Sándornak a belső világából is azért megmutatott a fotókon keresztül. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy hiánypótló kötet. Ódor János, a Vosinszky-Mór Múzeum igazgatója beszédében azt mondta, rendkívül fontos számukra minden Bazsonyi Arany munkásságával kapcsolatos program, új kiadvány. Talán ez is mutatja azt, hogy mindig van még mit kutatni, mindig van még mit tanálni Bazsonyi Arany hagyatékába. Nagyon sok ember számára Bazsonyi Arany egy kiváló festőként él talán így a köztudatban is, de emellett azért el kell mondani, hogy azért ő neki hatalmas nagy szekkói vannak, tehát a falfestészetben is kiváló
2018-ban környékén Ildikó rendezte sajtó alá Aranynak a verseit, és az alapján is egy fantasztikus költészet tárult elénk, eddig nem nagyon ismertük, de mégis ezek mind kiegészítették azt a képet, amit elsőként talán a festményeiből tudtunk, hogy ő egyrészt egy mélyen hívő, vallásos ember volt, másrészt a szülőföldjéhez rendkívüli módon kötődő valaki, és ezért is hálával tartozunk neki, hogy a 2000-es évek elején, még életében Tolna megyének, akkor még megye volt és nem vármegye, adományozta a képeinek egy jelentős részét. Tüskés Anna Bozsonyi Arany grafikái című kötete a Pécsi Tudomány Egyetem Művészeti Kar Művészettörténet Tanszékének kiadásában jelent meg 2022-ben.